Gyerekek, gyönyörű szép reggelt, gyönyörű szép idő van, friss, kora reggel, ébredés után, akkor nézzük a kis zöld lötty, mindenféle csoda jó benne, zöldségek, gyógynövények, 1 liter, így gyomorra. Szevasztok, induljon szépen a napotok. Éljünk jól. Szép az élet, gyerekek. És ez egy óriási tanítás, amiben most vagyunk. Óriási tanítás. De higgyük el, hogy tényleg szép az élet, basszus. Itt a tavasz. Mandulafa virágzik. Madarak ugyanúgy röpülnek az égen. A tenger ugyanúgy hullámzik. Csillagok ugyanúgy égnek. Az ember tanítást kap, miután letarolta a félföldet, és miután elfoglalta a félföldet, és miután kisajátította a földet, letarolta egymást, a természetet és az állatokat. Most az emberi faj tanítást kap. Igen. Nincs fölöttünk, ahogy David Attenborough mondta, az ő szavai, hogy túl van népesedve az emberi faj, és nincs fölöttünk egy csúcsragadozó, nincs, ami természetesen szelektáljon. Nem tudom, hogy ez a mostani helyzet ez-e. Mindenképpen ez van. Érdekes, érdekes az élet. Tegnap láttam pont, van egy ilyen énekesnő, gyönyörű, gyönyörűen énekli a Gayatri mantrát, az a neve, Deva Premal. A Deva Premal és a Miten éppen egy őserdőben ülnek, előttük a tenger, őserdő mentén, előttük a tenger, néha kimennek oda, és tisztelegnek a teli hold előtt. Élvezik az életet, egységben vannak a természettel, nem költenek többet, amennyit kell, nem költenek drága ruhákra és kocsikra, se lakásokra, se ékszerekre. Énekelnek, zenélnek, ünneplik az életet, ünneplik a földet. Egységben, harmóniában élnek vele. Mi pedig itt a civilizációban, akár városban, akár vidéken, saját kis játékainkat játsszuk. Társadalomban, gazdasági szinten, politikai szinten, egymást kisajátító, egymást kritizáló, elnyomó, bántó szinten. Gyönyörű ez az élet, gyönyörű is. És amikor nem tűnik gyönyörűnek, akkor meg egy rohadt nagy tanítás. Gyerekek! Ja, Istenem! Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy köszönet. Nagyon-nagyon nagy köszönet az orvosoknak. Nagyon-nagyon nagy köszönet az orvosoknak és az ápolóknak. Nagyon-nagyon-nagyon nagy köszönet az orvosoknak és az ápolóknak. Köszönjük a munkátokat. Nagyon tisztelettel meghajlok és köszönöm mindenki nevében a munkátokat. Óriási, amit végeztek. Óriási. És köszönöm. És köszönjük. Próbáljunk addig egészségesen élni. És ahogy a jóga mesterem mondta, senki nem mehet el egy perccel előbb sem, mint ahogy megvan írva és el kell mennie, és senki nem mehet el egy perccel később sem, mint aki, mint ahogy megvan írva és el kell mennie. Legyen így. Tegyük a dolgunkat, adjunk, szolgáljunk, segítsünk. Ünnepeljük. Élvezzük az életet. Próbáljunk harmóniába lenni a természettel, magunkkal. Dolgozzunk. Kreáljunk. Azt kreáljuk, ami a munkánk, amit szeretünk csinálni. Élvezzük az életet. Szeressük. Becsüljük meg. És alázattal tekintsünk rá és a többi emberre. Köszönlek titeket.
gyönyörű, 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 gyönyörű boldog napot, gyógyulást, egészséget, megszabadulást és oldódást mindenkinek, aki beteg, vagy aki szenved. Ölellek titeket, és köszönöm, hogy vagytok. Köszönöm, hogy itt vagyunk együtt ezen a kis földön. Itt vagyunk. Ölellek titeket. Szevasztok.